A Tiszavasvári úton a nap minden szakaszában nagy a forgalom, ez az autópálya feljárat és lejáratnak, illetve az ipari parknak is köszönhető, ami a jövőben tovább bővül, így még nagyobb forgalommal kell majd számolni ezen a szakaszon. A kertváros infrastruktúrája egy gazdaságfejlesztési, terület- és településfejlesztési program forrásából újulhat meg, amelyre közel 3 milliárd forint uniós forrás nyert az önkormányzat. Ebből építik például a körforgalmat is a Tiszavasvári szélső Bokori és Fokos utca kereszteződésében. Ez a fajta csomópont gördülékenyebb áthaladást biztosít majd a lámpás közlekedéshez képest, egyértelműbbé teszi az autósoknak az irányokat, illetve kellően lelassítja a forgalmat ahhoz, hogy belépjenek a városi közlekedésbe. A komplex programban több fejlesztési elem is megtalálható még. A körforgalom mellett párhuzamosan épül a Róka-Bokori út, ugye tavaly a Batthyány Jánost megépítettük, és onnantól kivisszük azt is a nyugati elkerülő a körforgalmáig. Az egy majdnem 2,5 kilométer, nagyon-nagyon fontos, a nagyságrendeket érzékeltessem, ez közel 500 millió Róka-Bokori, 944 millió forintba kerül. Emellett a csomag része a Derkovics-Dugonics-Legyező utcák, amíg szintén valami már elkészült, de a másik két utca is augusztus közepére elkészül. Szeptember végére a Róka-Bokori út is elkészül, a körforgalom építése pedig a komplex beruházási csomag utolsó elemeként, legkésőbb december elejére befejeződik. Jelenleg lezárták a Fokos utcát, a Tiszavasvári úton pedig szükség volt egy sávelhúzásra, hogy a forgalom zavartalanul tudjon haladni. Következő ütem az az lesz majd, amikor a szélső Bokor utcát kell lezárnia a kivitelezőnek, ott is hasonló jellegű munkák és a körforgalom építése miatt, akkor változni fog a forgalmi rend a főúton is. Félpályás jelző őrös forgalomirányítás mellett haladhat majd a forgalom, hiszen ahogyan önök itt érzékelik, nagyon sűrűen lakott és nagyon gyakran nagy autószámmal járt szakaszról van szó. Hogy pontosan mikor érkezünk el ide, azt még jelen pillanatban nem tudom megmondani, hiszen még nagyon az elején vagyunk a munkálatoknak, de természetesen a megfelelő fórumokon értesíteni fogjuk a közlekedőket, hogy ne érje őket váratlanul ez a jellegű változás. Nyíregyháza önkormányzata saját forrásból is fejleszti az új kertvárost. 4 új utcát építenek, tette hozzá a város polgármestere. Ezeket várhatóan szintén befejezik szeptember végére.